Tisztelt tévénézők, Szekeres Kornél Örnagy, a megelőzési kiemelt főadó vagyok a Balatonfüred rendőrkapitányságról. Egy újabb hétvégájon, ahol elhunyt szeretteinkre, néhai szeretteinkre emlékezünk. Sajnos vannak olyan emberek, akik intim és meghitt pillanatokat is próbálják kihasználni arra, hogy megkárosítsanak bennünket, akár vagyon elleni bűncselekményt kövessenek el, akár a sírkertekben vagy a sírkertek környékén. Néhány jó tanácsot engedjenek meg annak érdekében, hogy valóban a megemlékezés pillanatait ne árnyékolja be adott esetben szabálysértés vagy bűncselekmény. Amikor megérkeznek a sírkertbe, mindenképp győződjenek meg arról, hogy gépjárműveikben nem hagytak értéket, jól látható helyen. A gépjárművet megfelelő módon zárják le. Nagyon fontos, hogy közlekedés közben, amikor parkolnak, vagy a sírkertek környékén közlekednek, figyeljenek, hiszen ilyenkor nagyon sok esetben az emberek nem megfelelően koncentrálnak, és adott esetben az élmény, ami ilyenkor nagyon sok esetben felkavaró lehet, és elvonja a figyelmet, és emiatt ne történjen adott esetben közlekedési baleset. Nagyon fontos, amikor a sírokat előkészítik november 1-re, halottak napjára, minden szentekre, akkor is figyeljenek értékeikre, hiszen lehet olyan ember, aki kihasználja azt, hogy miközben emlékeznek néma csendben, és rendezik a sírt, a virágokat, a mécseseket előkészítik, valaki éppen a figyelmetlenségünket kihasználja, és így követ el vagyon elleni bűncselekményt. Ugyancsak fontos, hogy amikor kimennek a temetőbe, és mécsest égetnek, elhelyezik az emlékezés virágait, akkor is fontos, hogy figyeljenek értékeikre, ne hagyjanak jól látható olyan értéket, akár a síron sem, hiszen gyakorlatilag arra is lehet példa, hogy valaki még ezt a helyzetet is kihasználja, és ilyenkor követel bűncselekményt. Nagyon fontos volna, hogy fölösleges értéket ne vigyünk magunkkal, csak a szükségeseket. Emlékezzünk együtt, meghitten, és biztonságban és balesetmentesen szeretteinkre.